Sziasztok! Az idők során nagyon sokan írtátok nekem, hogy azt imádjátok a videóimban, hogy nem próbálok profi lenni, nem törekszem a tökéletességre. Beismerem, ha elszúrok valamit. Na ezzel a videóval ezeknek az embereknek kedveskedem, mert ez minden, csak nem profi. A telefonom éppen úgy van, hogy egy radiátorra feltettem két könyvet, arra a telefont is, hogy bögrével tartom meg, tehát nagyon vicces látvány ide beszélni. És most a koliban szeretnék főzőcskézni. Gondoltam, hogy ez jó ötlet, mert nekünk úgy van a koleszban, hogy egy nagy folyosó van, ott pedig egy darab konyha, és ott kell főzni, és megmondom őszintén, hogy én ilyenkor ellustrok, tehát általában csak összevágok dolgokat és bedobom a tepsibe, vagy max egy rizst főzök, vagy ilyesmit, párolt zöldséget, de megmondom őszintén, még egy nagyobb kaliberű ételt sem hoztam össze, és úgy gondoltam, hogy most eljött az ideje. Most rakott krumplit fogunk csinálni, mert van egy vegán rakott krumpli receptes videóm, azt itt megtekinthetitek, vagy itt, már soha nem emlékszem, hogy hol van. De az annyira régen volt, az az egyik első videóm volt, és ez most egy más élmény lesz. Mindjárt meglátjátok, hogy nagyon limitáltak a készleteim, és hát igen. De ehhez a dologhoz először is be kellett vásárolnom, azt most mutatom. Itt vagyok a Tesco-ban, kicsit elázva, mert kint esik a hó, és most keresek a dolgokat. Az a célom, hogy ne vegyek semmi más, csak tényleg azt, ami a rakott krumplihoz kell, mert nem akarok 8 milliárd forintot elkölteni. Első célpont a krumpli, ami a legfontosabb a rakott krumplihoz nyilván. Viszont ha nem veszek semmit dolog, már megbukott. Itt látom, hogy akciós a Kel Bimbo, amit én régen utáltam, és most megszerettem, és venni akarok Kel Bimbót, plusz akciós a szőlő is. Meg lehet veszek egy kis szőlőt, meg eszembe jutott, hogy rojtos kelt, azt nagyon szeretnék, és azt nagyon rég vettem. Paradicsom is elfogyott. Veszek egy darab fokhagymát, tehát nem viszem túlzásba. Halljátok, 349 egy egész ananás. Na hát ilyen merem vásárolni, bejövök konkrét dolgokért, és teljesen másokat nézem, és így elkalandozom mindenhol. Természetesen erről a részegről kell a legtöbb dolog, ezek a drága, de nagyon finom, vegán sajtok, húsok részlet. Nézzétek, ez a márkájú tofu az Aldiban 200 forint, de itt 369. Miért? Tök ugyanaz, ugyanakkora, ugyanaz a márka. Na, itt vannak a cuccok. Kezdjük a krumplival, hát mert mégiscsak rakott krumpliról van szó. Felteszek főni, mondjuk. Azért felteszek, ne! Az a baj, hogy ez az asztal ragad. Tényleg ez... Ja, igen, ja, hát ezt nem is mondtam. Ezt az asztalt a konyhából loptam, ott egy darab asztal van, amire emberek tudnak pakolni, stb. Mert nekünk az itteni asztalaink egy hosszúkás, és azt nem tudtam volna befordítani, és onnan jön a fény. Tehát ezt az asztalt loptam, így a folyosón mentem egy nagy asztalja, jött is szembe valaki, és egy kicsit látom, hogy nézett, hogy mi a francot csinálok. Letöröltem ezt az asztalt egyszer, de ragad, mint állat így is. Kiukaszgatom, és mehet be. Hoztam vizet, hogy ne kelljen felállni. Na, mehetünk is a konyhába, ahol ezt mind felteszem főni. A második lépés az nem lesz igazán bonyolult, az a joghurt lesz. Tulajdonképpen csak a sima joghurtot fogom használni, kis fokhagymát teszek belőle, hogy legyen íze. Egyébként mi azt otthon nem szoktuk, de a szója joghurtnak annyira nem tetszik az... Basszus, és nem is csak olyan nagy foltban, hanem sok kis pöttyben. Jaj, de jó! A frissen mosott hajamra is, jaj, de jó! Nyami, nyami. Ezt a fokhagymanyomót anyukámtól kaptam valamikor, de megmondom őszintén, annyira nem jó. Tehát így most is így nem nagyon jött ki belőle semmi. Na, ezt szépen elkeverjük, és jöhet a következő lépés. Egyébként szerintem a videó végére az összes kellékemet használatban fogom venni. Most ezt a műanyag dobozt fogom használni, és ebbe bele tördelem a tofut, ettől lesz az egésznek olyan rántotta állaga. Egy jó ízt, és a színét is besárgásítja. Fokhagyma granulátum, a kis fokhagymás ízér, só, és egy kis fekete bors. Összerázom, amíg a fűszerek egyenletesen el nem osztódnak, ezzel megspóroljuk a kevergetést. Na, és most megyünk vissza a konyhába, és ezt ebben a serpenyőszerűségben fogom megcsinálni.
Az az igazság, hogy én olívaolajat szoktam használni, amiből most kifogytam, ezért az éppen nem itt levő szobatársamnak a napraforgó olajából fogok egy nagyon picit használni. Réka, nézd ezt a videót, ne haragudj, bocsánat, hogy vettem egy kicsit az olajatból. Egyébként így néz ki a konyha. Innen loptam el az asztalt, és ott a kilátás. És akkor megint ezt itt lenyomjuk a lábunkkal, mert ehhez azért eléggé kéne két kéz. Ilyenkor mindig megégetem kicsit az ujjam, de nem baj. És jöhet az olaj. Na, Következő dolog a virsli, amit ezen a tányéren fogok felverni. Mezei sima virslit most nem találtam a boltban, csak ilyen kolbász. A legutolsó hozzávaló az a sajt, ami nekem itt van. Nem mindenki szokott beletenni, de nekünk ez alap, mi mindig teszünk. Az újabb problémával ütköztem, sajtreszelőm sincsen, tehát megint a szobatársam sajtreszelőjét fogom használni, vagyis a sajtreszelőjét még nem használtam, csak hogy megint tőle fogok valamit kölcsön venni. Megégett. 5 perc voltam kint a konyhában, és már majdnem tökéletesen puha volt, gondoltam, jó, még gyorsan lereszelem a sajtot, stb. És az alatt az 5 perc alatt kifőtt belőle az összes víz, tehát azt láttam, hogy semmi víz nincs az edényben, és az alja tiszta fekete, és minden krumplit megfordítottam, és az alján egy kis szép fekete pötty van, de nem baj, nem baj, nem baj. Most jön az a rész, hogy késsel vagy körömmel leszedem a héját a krumpliknak, és felvágom őket. Felvágtam a krumplit, és jöhet az összeállítás része, itt van minden, ami kell, krumpli, sajt, a tejföl, a virsli és a tojás, és már tényleg csak össze kell rakni. Kérdezhetitek, hogy miben? Na, mi otthon egy nagy üveg jénaiba szoktuk tenni, tehát jól felstrófoljuk az egészet. Nagymamám pedig egy hosszúkás, alacsony tepsiben szokta csinálni. Gondoltam, bármelyik jó lesz ehhez, na már most itt nekem egyik sincsen, semmilyen tepsim nincs. De anyukám otthonról adott egy torta formát, ami viszonylag magas és tepsire emlékeztet. Na, én szerintem ebben a torta formában fogom megcsinálni a rakott krumplit, így, hogy veszük, akár egy rakott krumpli torta is lehet belőle. Először a krumplit eloszlatom a legalján. Megszórom egy csipetnyi sóval, és tényleg csak egy csipetnyi borssal. Most jöhet a fokhagymás joghurt, aztán a tofu tojás, és végül a kolbászkák. És most az egészet még egyszer. Krumpli, só, bors, szója joghurt, tojás, és a virsli. Most jön egy maradék réteg krumpli, rá egy kis tejföl, és a sajt. Ezután pedig betesszük a sütőbe, aminek nincsenek amúgy fokozatai, csak így egy darab. És kb. Nem tudom, fél óra, 40 percig sütjük. Elképesztően éhes vagyok, egyébként ma nem is ettem semmit, csak így nassolgattam a sajtból, meg a tojásból, meg ilyesmi, de egy konkrét ételem se volt még ma, pedig már mindjárt 6 óra. Itt van egy falat, ami minden van. Ez olyan étel, hogy nem egy az egyben olyan, mint a rakott krumpli, de az egész ízeknek az összkombinációja az eredeti rakott krumplira emlékeztet. Na, ennyi is volt ez a videó, ha esetleg szeretnél még egy részt ebből, vagy egy másik extra ételt próbálok ki a koliban, akkor írj egy kommentet, vagy jelezd nekem egy lájkkal. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, ha még nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt is, és akkor értesítés is kaptok, hogyha kiteszek egy videót. És hát igen, a mai napi emberkém az legyen egy random a követőim közül, mert most posztoltam egy képet, ezért most egy ember sátok, aki bekövetett. Meghandóri Instagram követői közül most random kiválasztok valakit. Oké. És az az ember Linácska Alulcsik Lina. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a támogatást. Ha te is szeretnél egy ilyet, akkor kövess be az Instagramjaimon, és hát igen, na most már tényleg befogom. Ennyi voltam már, találkozunk legközelebb. Sziasztok!